felbukkant a hitpénz botrány egyik főszereplője, a Jobbik elnökének újabb antiszemita botránya tört ki, Donát Anna pedig műhússal letetni a magyarokat. Köszöntöm Önöket, én Futó Boglárka vagyok, ez itt a Célpont. A fent említett témákon kívül pedig gorcső alá vesszük a vagyonnyilatkozatokat is. Nincs látszik botrány, ne aragudjon. Új luxusvilla egy egész útszakasz és busás jövedelem a kriptovaluta üzletből. Célpontban a vagyonnyilatkozatok. Hogyan látják, hogy lehet valaki hiteles szociáldemokrata, hogyha folyamatosan nő a vagyona és luxusba költözik? Röviden, ők sehogy. Minden képviselő határidőre leadta a 2023-as évre vonatkozó vagyonnyilatkozatát. Befektetések, ingatlanok, mellékes bizniszek és adósságok is szerepelnek a bevallásokban. Nagyon érdekes kérdés, hogyha megnézzük a vagyonnyilatkozatokat idei esztendőben, azt tűnik ki ugyanis, hogy az ellenzék bár próbál folyamatosan hergelni gazdasági témákkal, ők maguk a saját életük szintjén láthatóan igencsak jól élnek, sőt egyre jobban. Gyurcsány Ferenc például új luxusvillát vásárol, szóval ebből a szempontból egy érdekes kérdés, hogy hogyan hiteles, hogyha valaki egyszerre baloldali politikát próbál meg képviselni, és közben ennek a gyakorlatát a saját életében egyáltalán nem viseli el. De nézzük csak sorban az érdekesebbnél érdekesebb, mellékes forrásokat és vagyonokat felsorakoztató nyilatkozatokat. Csapjunk is bele a közepébe, kivel mással, mint Gyurcsány Ferenccel kezdjük a sort. A politikusnak 18 millió forintnyi megtakarítása van értékpapírban, emellett pedig tulajdonosa egy pápai lakásnak, illetve 50%-ban egy Kötcsei családi ingatlannak. Gyurcsánynak kismértékben, de sikerült csökkenteni a bankhitelét 58,9 millió forintról 57 millióra. Mindemellett a Demokratikus Koalíció elnöke korábbi évekhez hasonlóan az Altus Portfolio Kft. Tulajdonosa is, amelyből havi bruttó 1,5 millió forintot vesz ki. Fizessenek a gazdagok! 100 milliós ingatlannal is gyarapodott Gyurcsány Ferenc vagyona, ez már szerepel legfrissebb vagyonnyilatkozatában. A DK elnöke 2019 óta minden évben feltüntetett a dokumentumban egy lakásvásárlásra vonatkozó előleget, most pedig az is kiderült, hogy egy új rózsadombi lakásba költözhet családjával. A bevallás szerint a bukott miniszterelnök továbbra is jelentős vagyonnal rendelkezik, 18 millió forintnyi megtakarítása van értékpapírban. A lakás foglalója 2022-ben már csaknem 500 millió forintra emelkedett, az örök panorámás épület pedig 4,5 millió forintos négyzetméter áron kerülhetett értékesítésre. Ráadásul az ingatlan nyilvántartás adatai szerint a lakásvásárláshoz egyelőre a Szemlőhegyi úton található apró villától sem kellett a két politikusnak megvárnia. Mit várunk a volt miniszterelnöktől? A család kommunista felmenőinek a segítségével és a rabló privatizációból lett milliárdos Gyurcsány Ferenc, ezt pontosan tudjuk, egy zsidó családtól elkobzott villában él, és a rabló privatizációból lett milliárdos, a baloldalnál általában milliárdosok fújják a passzát szelet. Melyik is az a politikus, aki még szeret villában élni? Mi újság a villájával, házával, van valami erről lépés? Nincs villám, köszönöm szépen a hazug kérdését. A 2022-es vagyonnyilatkozatához hasonlóan a Párbeszéd politikusa továbbra is birtokolja a botrányos körülmények között felépített, majd később lebontásra ítélt második kerületi villa 824 részét. Mi az előrelépés az egész folyamatban? Tud-e valamit mondani? Azt tudom mondani, hogy teljesen jogszerű volt minden, és az, hogy a Fidesz a kormányhivatalokat is, és a bíróságokat is politikai fegyverként használja, az csak igazolja azt, amit régóta mondunk, hogy ez nem egy jogállam, hanem ez egy fideszes pártállam. Tortai Bence komoly bankhitellel is rendelkezik vagyonnyilatkozata alapján. Adós társként több mint 18 millió forint, míg önállóan 5,7 millió forint terheli a politikust. Nincs villám, köszönöm szépen a hazug kérdését. A liberálisok bukott elnöke Gelencsér Ferenc is megszedte magát a tavalyi évben. A Momentum frakcióvezetőjének 4,7 millió forintos megtakarítása van kriptovalutában. A számok alapján érthető, hogy miért nem volt ideje saját pártjával foglalkozni, hiszen a virtuális brókerkedés valóban izgalmasabb elfoglaltság lehet. Gelencsérnek egy évvel ezelőtt még csak 1,7 millió forintos megtakarítása volt kriptovalutában, míg 7,2 millió forint pénzintézeti számlán értékpapírból számozó összeg pedig nem volt feltüntetve a korábbi vagyonnyilatkozatában.
Szokott kriptózni, mint a pártársa Gerencsér Ferenc? Ihez van szerencsém. Mona Márkír TV. Üdvözlöm. Itt van az Euronews. Érkezett, úgyhogy felállítják a kamerákat, és akkor... Szokott-e kriptózni, mint Gerencsér Ferenc? A vagyon nyilatkozatában azt tűnik, hogy... csak élőben szeretnék nyilatkozni. Ön nem szokott kriptózni. Propagandának csak élőben fogok nyilatkozni. Kriptózás és luxus ingatlanok mellett van olyan ellenzéki képviselő, akinek a választói képviselete mellett még szántani is marad ideje. Ön milyen gyakran szokott kijárni szántani? Szántani ritkán. Brenner Kulom annak a Jobbik parlamenti frakcióvezetőjének és a párt főpolgármester jelöltjének közel 7 millió forinttal nőtt a befektetési jegyben lévő megtakarítása 2022-höz képest. A képviselőnek továbbra is egy családi háza és egy szántója van Sopronban. Azt a nagyon takarékos német nemzetiségű szokást követtem, hogy a fizetésemet nem élem fel, hanem takarékoskodok belőle, ebből lettek a megtakarításaim. Ahogy jobban vizsgáljuk a vagyonnyilatkozatokat, akkor az egyik legérdekesebb Torockai László magán útszakasza lehet, amit Ásotthalmon vásárolt meg. Frakcióvezetőjük vett egy utat Ásotthalmon, az terült ki a vagyonnyilatkozatából. Miért van szüksége egy frakcióvezetőnek egy útra? Hát nézze, az, hogy Torockai Lászlót kell megkérdezni erről, hogy a vagyonnyilatkozatában mi szerepel, én nem tudom, úgyhogy én erről nem is tudok nyilatkozni. Torockai a vagyonnyilatkozatában feltüntette, hogy azért vásárolta meg az utat, mert elege lett az azon keresztül vonuló illegális migránsokból, embercsempészekből és egyéb bűnözőkből. Nem mi szabtuk meg azt a törvényi szabályozást, amely képviselői javadalmazásokat ugye a KSH szerinti átlagfizetések növekedéséhez köti. Ez gyakorlatilag egy automatizmus, aminek nekünk nincs semmi közünk. Ahogy az ellenzéki politikusok vagyonnyilatkozataiba elmerülünk, észrevehetjük, hogy a többségnek azért bőven van mit a tejbe aprítania. Én nem kívánok a baloldal képviselőinek a zsebébe turkálni, egy biztos, ők külföldről elfogadtak pénzt a kampányba, amerikai, európai pénz érkezett a baloldal kampányába, és azt látjuk, hogy sok mindennel foglalkoznak, de hogy ez nem a magyar emberek érdeke, az biztos. A parlamenti pártok közül az LMP egy sokkal szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert hozna létre. Hogyha van egy olyan komplett rendszer, ami biztosítja ezt a transzparenciát, akkor pont, hogy ki lehetne küszöbölni az esetleges meggyanúsítgatásokat. Én nem szeretnék senkire sem mutogatni, és a jelenlegi rendszer biztos, hogy nem szerencsés, amikor úgy tűnik, hogy a bevallások alapján valakinek mondjuk X összeggel nagyobb jövedelme van, vagy valamilyen vagyontárgyhoz jutott hozzá, és elindul a találgatás, hogy vajon miből tudta azt megfinanszírozni. Ha van egy automatikus rendszer, egy transzparens rendszer, akkor úgymond magától lefolynak ezek a vizsgálatok. Tehát vannak olyan képviselők, akik nem a teljes igazságot tüntették fel a vagyonnyilatkozatukba. A baloldalt nézve ezen nagyon nem is lepődnék meg. És kit érdekel? Who cares, mondja az angol. Nehéz helyzetben van a baloldal, mert hogy pont Magyarország a gazdasági nehézségekből már kezd kijönni, túl van ezen, tehát igazából azok a típusú kritikák, amelyeket megfogalmaznak, az a gyakorlatban most egyáltalán nem érződik. Láthatóan a bérek emelkedésnek indultak, sőt őszóta a reálbérek is magasabbak, tehát látható, hogy ebből a szempontból pozitívak. Az ellenzéki oldalon összességében nem éheztek a képviselők a tavalyi évben. Az általuk démonizált Orbán kormányban nem lettek földönfutók, sőt alapjövedelmük mellett tudtak maguknak egy kis mellékest is gyűjteni. Ki befektetéssel, ki online brókerkedéssel. A magukat baloldalnak nevező társaság a vagyonnyilatkozataikat tekintve egy csepp baloldaliságot sem tartalmaz. Már csak az a kérdés, hogy ezzel a mantrával még meddig tudják becsapni a saját választóikat. Mesterségesen előállított kémiai műhús vagy felelős magyar állattartás. Ez a kérdés osztotta meg a napokban a közvéleményt és a parlamenti pártokat is. Miután Donát Anna a Momentum elnöke közölte, a műhús fenntarthatóbb és egészségesebb. Ennél műhúst? Dehogy ennék! Borzalom még a gondolatait! Teljes tévedésben van Donát Anna. Donát Annának jó étvágyat kívánok! Mi az a műhús?
A műhús egy biotechnológiai módszerekkel, laboratóriumi körülmények között sejtenyészettel előállított készítmény. Az eljárás során először egy kis darab izomszövet mintát vesznek egy élő állatból. Ezt a szövetet apró darabokra vágják, hogy az izomrostokat elválasszák a sejtektől. Ezt követően a sejteket elkülönítik és szaporítják. A sejtekből később szövetgyűrűt alkotnak, a gyűrűket pedig később egymásra rétegezve húspogácsákat hoznak létre. Ezzel szemben itthon Magyarországon a húst nem így ismerjük. A hús itthon lehet az, ami az udvarban kapirgál, az olban röfög vagy a domboldalon legel. A helyszín a pomázi Breyer Farm. Itt azt a növényt is maguk termesztik, amivel később azt a szarvasmarhát etetik, amelynek a tejéből készült sajtot a pultokban látjuk. A területen lekaszált szénát, amit megszárítunk és utána egy fedett tárolóba betároljuk, ezeket etetjük meg az állatokkal, ez a úgynevezett tömegtakarmány. Tehát mi nem silót használunk, ami egy erjesztett dolog, hanem mi száraz szénát vagy füvet használunk, amit megszárítunk, és akkor ezt adjuk az állatoknak. A hazai vásárlók pedig úgy látszik vevők a természetes alapanyagokra, hiszen a tapasztalatok szerint évről évre egyre többen keresik az ilyen termékeket. Vannak azonban, akik hazánkban különös módon viszonyulnak a húshoz. A műhús egyszerre biztosíthat élelmiszerbiztonságot, fenntarthatóságot és adhat lökést az etikus állattartásnak. Amikor a magyar kormány azt fontolgatja, hogy betiltja a műhús gyártását és forgalmazását, azzal nagyjából a géprombolás útjára lép. Nem lehet betiltani a fejlődést, a változást. Donát Anna, a Momentum régiói elnöke újabb kísérletet tesz arra, hogy valamiféle arculatot adjon a mérések szerint egyre kevesebb támogatóval rendelkező pártjának. Ezúttal a műhús van terítéken. Teljes tévedésben van Donát Anna. Hiába érvelt, kampányolt a műhús mellett a Momentum elnöke azzal, hogy ez egy fenntarthatóbb alternatíva. Ez valójában nem igaz, fogalmazott az agrárminiszter. A műhúsnak az ökológiai lábnyoma is többszöröse, mint a hagyományos európai mezőgazdasági. Lehetetlen, hogy teljes mértékben áttérjünk, lehetetlen érvelés és nagyon téves érvelés az, amikor azt mondják, hogy majd a világ élelmezésének megmentését fogja szolgálni a sejtszaporítással előállított műhús. Ragaszkodnunk kell az eredeti hagyományainkhoz, mert nem csak biztonságos élelmiszert nyújt a lakosság számára, hanem egy élhető környezetet is teremt. Azzal, hogy megműveli a tájat, azzal, hogy fenntartja azt a hagyományt, azt a kultúrát, amiben élünk, és amiben az otthonunk van, az szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog. A magyarság múltjában, a magyar szokásokban és hagyományokban pedig benne van a földművelés és az állattenyésztés. Az, hogy ezektől a hagyományoktól megváljunk, nem a magyar érdekeket szolgálja, tette hozzá Nagy István. Teljesen hamis érrendszer az, hogy kisebb ökológiai lábnyomot hagy maga után, hiszen az állattenyésztés technológiának fejlődése olyan korszerű már, olyan precízus technológiát alkalmazunk, hogy gyakorlatilag zéró karbonlábnyomot tudunk magunk után hagyni a hagyományos állattenyésztéssel. Nem lehet megtéveszteni az embereket, mert mi van, mi a hátsó szándék? A hátsó szándék az, hogy bomoljon föl az a hagyományos európai kultúra, amely identitást ad a nemzeteknek. Az identitásvesztés mellett pedig még egy nagyon fontos tényezővel is szembe kell nézni, ha a műhús kérdése felmerül. Ez pedig nem más, mint az, hogy ez egyáltalán egészséges-e. Donát Annának jó étvágyat kívánok, mind a mellett pedig elképesztő, hogy ennyire próbálják azt a multidivatot átvenni, amivel gyakorlatilag az emberek egészségét kockáztatják. A műhúsnak ugyanis annyira vajmi köze nincs a húshoz, hogy valójában nem is lehetne húsnak nevezni. Az élettani hatásai pedig meglehetősen aggályosak, hívta fel a figyelmet a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke. Műhús vagy laborhús, ezt a szót, hogy hús ezeknél az élelmiszereknél eleve nem szabad alkalmazni sem. Eleve nem szabad alkalmazni sem. Ez a fogyasztók megtévesztése. Ez laboratóriumi körülmények között előállított,
olyan massza, olyan biomassa, amelyik bizonyos értelemben magas fehérjetartalmú, de az emberi szervezet számára feltétlen szükséges anyagokat, ásványanyagokat, vitaminokat nem tartalmazza. Egy biztos, hogyha megnézzük például a FAO-nak az álláspontját, akkor kiderül, hogy több mint 53 ponton azonosítottak be veszélyforrást. Enne műhúst? Dehogy ennék! Borzalom még a gondolataim! Nem. Mi miatt nem? Hát mert én a húst szeretem. Nem. Én szeretem az igazi húst. Az olaszok pedig annyira szeretik, hogy a műhúst be is tiltották. Bár az Európai Parlamentben még nincs is napirenden, de ők már betiltották mindenféle nem élő állatok közbeiktatásával előállított hústermékeket a hagyományok védelmének jegyében. Így Olaszországban tilos lesz a laborban előállított hústermékek gyártása, kereskedelme és importja, akár élelmiszerként, akár takarmányként. De fontos kérdés lehet, hogy miként viszonyulnak ehhez az új őrülethez az Európai Unióban. Nem véletlen az, hogy az Unióban csak két tagállam az, amelyik ezt támogathatónak tartja. Én azt hiszem, hogy egy kiforrott, de kellő hatástanulmányoknak alá nem vetett, kellően teljes körűen át meg nem vizsgált tevékenységet ráereszteni az emberekre csak azért, hogy ez egy divat hullám. És utána majd 20 év múlva rájövünk, hogy milyen szörnyű károkat okozott az emberi szervezetbe. Az vagy, amit megeszel. Tehát igazán az természetes módon, egészséges környezetben, egészséges talajon előállított növények fogyasztása, vagy az ezen területen megtermelt gabona takarmányozási célú felhasználásával állati terméket előállítani, az az egészségnek az alapja. Tehát számunkra ez a meghatározó. Mind a mellett, hogy a hagyományokat is természetesen tiszteljük. De nem ez az egyetlen megosztó étkezési hóbort jelenleg az Európai Parlament berkein belül. Van egy másik ilyen hobbi is, ugye a rovarfehérjék. Az igaz, hogy vannak egyes népek, egyes térségekben, a világ egyes térségeiben, ahol olyan környezet van, olyan klíma van, olyan nehéz körülmények között tudnak élelmiszert előállítani, hogy a rovar fehérje fogyasztására is szükség van. De ott, ahol mi elő tudunk állítani magas minőségben egészséges élelmiszert, ott ezt program szintre emelni, hát azt gondolom, hogy elfogadhatatlan. A mondás úgy tartja, edd meg, amit főztél. Az ellenzéki pártok mennyire értenek egyet Donát Anna legújabb hóbortjával? Ön enne műhúst? Innen folytatjuk. A Célpontnak sikerült Lencse végre kapnia a hitpénzbotrány főszereplőjét, Víg Mórt. Gyöngyösi Márton pedig ismét antiszemita botrányba keveredett. Ne menjenek sehova, a reklám után ezzel folytatjuk, de természetesen megtudhatják azt is, hogy mit gondol a magyar ellenzék a műhúsról. Hitpénzbotrány, újra magyarázkodni kényszerül a Jobbik, folytatódik a Célpont. De mindenek előtt folytassuk azzal, hogy mit gondolnak a pártok Donát Anna műhúsos javaslatáról. Szárnyas hús, gulyás hús, darált hús, sült hús vagy műhús? Ez a kérdés borzolta a napokban a hazai kedélyeket. A reklám előtt bemutattuk egy hazai farm működését. Felmértük a lakossági igényeket és megkérdeztük a hazai agrárium résztvevőinek véleményét. A válasz egyértelmű volt, nem a műhúsra. Na de mi a helyzet a pártokkal? Kezdjük a sort a Momentummal, végül is innen a lila párt zászlaja alól pattant ki az ötlet, hogy műhús mindenkinek. A Momentum szóvivőjét arról szerettük volna kérdezni, hogy ő enne műhúst és fenntarthatónak tartja-e. Csak élő műsorban válaszolunk, köszönöm szépen. Mi miatt? Nagyon sokszor hívtuk már önöket élő műsorba. Majd biztosan menni fog valaki, hogyha éppen úgy adódik. Csak élő műsorban fogunk válaszolni. Köszönöm. Ennek a kérdésnek most van aktualitása, most beszélt erről a pártelnöke. Itt lesz
szállítani. Egyáltalán nem szeretné azt kommentelni, hogy a műhús fenntarthatóbb lenne, vagy egészségesebb? Azon a kérdéseit nem szeretném sehol kommentelni, ami nem élő műsor. Tompos Mártontól a párt álláspontjáról sokat nem tudtunk meg, de érdekes kérdés lehet, hogy mit gondolnak az egész műhús balhéról a többiek. A műhússal az a fő probléma, hogy részben természetellenesnek tartjuk, részben pedig az az agráripari lobby képviseli a műhúst, amely amúgy a Momentum Európai Liberális Párt családjának a fő támogatója, és amely extra profitot termelt az infláció alatt, úgyhogy közben a magyar embereknek egyre rosszabb minőségű és egyre drágább élelmiszert adnak a boltokban. Ön, hogyha mérlegre kellene rakni a magyar állattartást és a műhúst, melyiket támogatná? A magyar állattartás mindenképpen fontos. A műhús kapcsán azért egy csomó környezetvédelmi aggály is fölvetődik. Nem, messze nem egyértelmű az, hogy ez a technológia ez valójában hoz vagy hoz-e olyan típusú környezetvédelmi előnyöket, amiket várnak tőle. Én azt gondolom, hogy ezek tipikusan olyan kérdések, amikben nem a politikának kellene állást foglalni egyik oldalon sem, hanem rá kellene bízni a fogyasztókra, hogy meghozzák a saját döntéseiket. Ön enne műhúst? Én még nem ettem, őszintén szólva nincs bennem ilyen késztetés. Ez nem elég a gazdáknak az ukrán gomba problémája, még bejönne valami mesterséges dolog. A másik pedig a műhússal kapcsolatban, itt meg kéne kérdezni az embereket, hogy akarnak-e kísérleti nyulak lenni. Úgyhogy mi is a Jobbik konzervatívok helyeseljük azt az álláspontot, hogy a műhús kerüljön tiltásra. Tehát ne rúgjunk még egyet a magyar agráriumon azzal, hogy mesterséges élelmiszereket szabadítunk a nyakukba. Van ennek egy szakmai része, és van egy politikai része. Válasszuk ketté. A Momentum és a Momentum elnökének bírálatát, hogyha tőlem várja, akkor ezt nyilvánosan nem fogom megtenni. Pontosan ismerem azokat a technikákat, hogy különböző... Nyilvánosan van a hangsúly? Igen. Igen. A finom bécsi szeletet, és és most éppen a well-down időszakomat élem, finom és minőségi steaket szeretem. Hát Hiller István így nem rúgott bele nyilvánosan a Momentumba, nem baj, Smuk Erzsébet megtette ezt a szocialisták helyett. Az LMP egyértelműen elutasítja a műhúst, és egyébként Donát Annának ez a nyilatkozata azt mutatja, hogy zöldre festik magukat, nem értik a természetet, a természet működését. A természetben szükség van az állatokra, gyakorlatilag az ember borította fel eddig is az ökológia egyensúlyt, hogyha az állatokat ki fogjuk magunk körül írtani, mert nyilván, hogyha a műhúst felé el fogunk menni, akkor ki fog derülni, hogy hát akkor nem is kellenek egyáltalán állatok. Tudomásul kell venni a mértéket, tehát itt a probléma az, hogy az ember nem tartja be a mértéket, és valamire nagyon elviszi valamilyen szélsőséges irányba. Nyilván oda kell arra figyelni, hogy az embereknek kevesebb húst kell enni, nincs is szükség rá, mert az emberi egészségnek sem jó, hogyha minden nap húst eszünk, kevesebb mértékkel, és ezt az egész őrületet, hogy műfüvet hozunk létre, a műhúst, és majd mit tudom én, műnövényeket, tehát ennek véget kell venni, az ember vegye tudomásul, hogy része a természetnek, biológia, lény, és nem lehet mindenféle mű dologgal az életünket körbevenni. A magyar dollár baloldal és a dollár média az megváltásként, világélelmezési forradalomként és egy szükséges, elkerülhetetlen élelmezési agrár innovációként tekint a műhúsra, és éppen ezért feltétel nélkül támogatják. Mi éppen ezzel az állásponttal szemben állunk. Mi azt gondoljuk, hogy bár lehet, hogy a baloldal számára a műhús az a megváltás, ami a baloldal számára a megváltás, az a magyar vidék és a magyar állattartóknak a tönkretétele. Éppen ezért, amíg a baloldal azon civakodik, hogy kinek van igaza, és a műhús hisztit kikezdte, addig a kormánypártok olasz mintára egy olyan törvénytervezetről tárgyalnak, amely megtiltaná Magyarországon a műhús forgalmazását, hogy ezzel védjék a hazai gazdákat és vásárlókat. Mert ahogy az olaszok a Serrano sonkából, úgy a magyarok a gyulai kolbászból nem engednek. Nem ráégett, hanem rásült Karácsony Gergelyre a hitpénz botrány. Ezt állítja a Mi Hazánk Mozgalom a főpolgármester túlárazott Lánchíd beruházásáról. Az ügy egyik kulcsfigurája, Víg Mór pedig felbukkant Kispesten.
Mit gondol, ráégett ez a Lánchídügy Karácsony Gergelyre? Hát az nem ráégett, az rásült. Még ezután sem vizsgáltatná ki? Maga szerint mi a Lánchídügy? A Momentum és a Párbeszéd hallgat, a Mi Hazánk mozgalom szerint pedig nem ráégett, hanem egyenesen rásült Karácsony Gergelyre a Lánchíd botránya. A Jobbik után már Karácsony Gergely korábbi szövetségese az LMP is vizsgáló bizottság felállítását követeli, hogy kiderülhessen, miért kellett új közbeszerzést kiírni a Lánchíd felújítására, és miért kerülhetett 5 milliárd forinttal többe még szűkített műszaki tartalommal is a beruházás. A párt szerint Karácsony Gergelyre rávetődött a korrupció gyanúja, amit tisztáznia kellene. Folytatódik a hitpénzbotrány. Karácsony Gergely, a főváros és a főpolgármester takargató baloldal azonban nem ad tiszta válaszokat a súlyos kérdéseket felvető ügyre. Közben a Jobbik már két hete vizsgálóbizottság felállítását követeli, azonban ezt Karácsonyék nem lépik meg. Mit gondolom, még kellett új közbeszerzést kérni a Lánchíd beruházásra? Hát maguk emberei csinálják, úgyhogy gondolom, akkor otthon kéne kérdezősködni. 5 milliárd forinttal több lett a Lánchídnak az ára, hogy ez nem probléma ön szerint? Ez a probléma, hogy a kormány nem fizette ki azt a 6 milliárdot, amivel tartozik Lánchíd ügyben a fővárosnak. A főpolgármesterrel együtt a pártja is elutasítja, hogy kivizsgálják az ügyet. Azt a mai napig nem lehet tudni, hogy a fővárosnak miért volt érdeke, hogy a karácsonyféle közbeszerzésben már felére csökkentették a késedelmi kötbért, és hogy 60-szorosára emelték a kivitelezőnek járó előleget. Még ezután sem vizsgáltatná ki? Maga szerint mi a Lánchíd ügy? 5 milliárddal többe került, és új közbeszerzést írt, aki miért volt erre szükség? Hát arra miért volt szükség, hogy a kormány megszegi az ígéretét, és ne fizesse ki azt a 6 milliárd forintot, amivel a Lánchíd felújításához hozzá kellett volna járulnia. Mit gondol a Lánchíd botrányról? Van botrány? Nyilatkozni. Hír TV-nek propaganda termékeknek sajnos nem szeretnék. Nem csak a Párbeszéd, hanem a Momentum is eltussolná a hitpénzbotrányt. Tóth Endre, a párt országgyűlési képviselője válasz helyett azt mondta, hogy ilyen kérdések helyett inkább másképpen kellene szerkeszteni műsorunkat. Arról pedig hallgatott, hogy Karácsony Gergelynek van-e felelőssége az ügyben. A Momentum egyébként indítana vizsgálatot Lánchíd ügyben? Elmondtam a véleményet erről. Hát sajnos önök arra használják az én képi anyagomat, hogy utána beállítsanak valami szörnyszülöttként. Úgyhogy... De akkor most ezt nem mondja meg, hogy indítaná a Momentum vizsgálatot? Elmondtam a véleményet, nem szeretnék propaganda termék. Minden rendben van a Lánchíd felújítása kapcsolatban? A Hír TV egy propaganda termék, nem szeretnék neki nyilatkozni. Minden jó. Itt a szemünk előtt bontakozik ki egy nagyon érdekes történet, ez rendkívül sok kérdést vethet fel. Az LMP a korrupciónak minden formáját elítéli. A Párbeszéd és a Momentum elkenné az ügyet, azonban már Karácsony Gergely egyik legszorosabb korábbi szövetségese szerint is rávetődik a korrupció gyanúja a főpolgármesterre. A Jobbik után most már az LMP is vizsgálóbizottságot állítana fel az ügyben. Na de Karácsony Gergely nem állított fel bizottságot, és elmegy lényegében az ügy mellett. Erre hogy reagálnak? Én azt gondolom, hogy akinek nincs semmi takargatni valója, akinek nincs semmi rejtegetni valója, annak nem kell aggódnia semmilyen bizottságtól. Akkor hát miért óckodik a főpolgármester a vizsgálattól? De akkor Karácsony Gergelynek van félnivalója, azért nem állítja fel ezt a bizottságot? Ezt Karácsony Gergelytől kell megkérdezni, hogy neki milyen félnivalója van, vagy éppen mitől fél. Ráégett a Lánchíd botrány Karácsony Gergelyre? Hát én azt gondolom, hogy minél hamarabb le kéne zárni ezt az ügyet. Kanász Nagy Máté szerint gyanúsak és aggasztóak a Karácsony Gergely körül folyó pénzügyek. Ezek az állandó pénzmozgások itt a Városháza körül, meg a Karácsony Gergely féle 99 mozgalom támogatása, itt ugye szintén a mai napig nem kaptunk válaszokat a kérdéseinkre, hogy honnan származik az a persely pénz, ugye a mikroadományok honnan jöttek és miből gyűlt össze az a támogatás. Én ezeket a kérdéseket egybe kezelném, és én azt gondolom, hogy egy vizsgálóbizottságon ki lehet teríteni a kártyákat és választ adni ezekre a kérdésekre, de ezek a folyamatos pénzmozgások, támogatási ügyek, ezek azért aggasztóak itt a főváros körül. Hát az nem ráégett, az rásült. Karácsony Gergelyre pedig súlyos bélyekként ég rá a Lánchíd botrány. Vagyis a Mi Hazánk mozgalom szerint nem is ráég. Mit gondol, ráégett ez a Lánchíd ügy Karácsony Gergelyre? Hát az nem ráégett, az rásült. Tulajdonképpen az a botrány, ami a Lánchíd felújítását övezi, és ami Karácsony Gergelyhez köthető, az egy minősíthetetlen. A magyar embereknek a pénzét
történő nagyon rossz gazdálkodás mutatja. Tehát így valahol, hol lehet igazából kiszivattyúzni a közpénzt, az Karácsony Gergely tökéletesen megmutatta a Láncét projektjével. Karácsony Gergely azonban szó nélkül megy el amellett, hogy sorba jelentkeznek be már az ellenzéki pártok is, hogy vizsgálják ki a hitpénzbotrányt. Hát az, hogy ő mi mellett megy el, az tökéletesen látható. Az, ami őt érinti, vagy őt érdekli, az csak akkor foglalkozik vele. Az, hogy most ki kellene vizsgálni, és valóban megnyugtató magyarázatot kell adni arra, hogy hova tűnt, vagy mire lett költve az a plusz 5 milliárd forint, ami a Láncít projektre elment, hát persze, hogy elmegy mellette. De nyilván az 5 milliárd mellett nem ment el. Minden mindennel összefügg. És az ügybe szép csendesen, de határozottan begyűrűzött Víg Mór is. Az Amnesty International magyarországi vezetőjének, Víg Dávidnak a testvérét, az ex-ügyvédet novemberben vették őrizetbe a NAV munkatársai. Kiderült, a Láncít kivitelezését végző Ahit Zrt-től közel 1,5 milliárd forint érkezett a számlagyároshoz. Azóta rács mögött van. Vagyis egy másik tárgyalás erejéig nem volt. Felbukkant a Nemzeti Adó és Vámhivatal által még novemberben letartóztatott Víg Mór. Az Amnesty International magyarországi vezetőjének, Víg Dávidnak a testvérét a Büntetés Végrehajtási Intézet munkatársai kísérték bilincsbe verve a kispesti bíróságra. A hitpénzbotránnyal is összefüggésbe hozott számlagyáros ex-ügyvédet csalással és hamis magánokirat felhasználásával is vádolják. Ebben az ügyben kedden zajlott a tárgyalása. A szövevényes botrányba került Víg Mórt sok százmilliós számlagyár irányítása miatt tartóztatták le. Azonban most egy másik ügy miatt állt bíróság előtt. A számlagyáros 70 millió forint értékben üzletszerűen elkövetett csalás és hamis magánokirat felhasználásának több rendbeli vádjával is ül a vádlottak padján. A szálak Afrikába, Gánába vezetnek. A vádlott elismerte bűnösségét, ennek ellenére a politika áldozatának állította be magát. Kijelentette, azzal számol, hogy az európai parlamenti választásokig lesz fogva tartva. Víg Mórt azonban korábban összefüggésbe hozták felesége volt párjának megveretésével is. Minden mindennel összefügg. A NAV munkatársain néhány hónapja házkutatást tartottak a Láncít felújításának kivitelezőjénél, az Ahit Zrt-nél. Víg Mórt pedig őrizetbe vették. Kiderült, hogy a számlagyár működtetésével, nemzetközi csalással, vesztegetéssel és súlyos testi sértéssel is összefüggésbe hozott Víg Mór cégéhez, a Sunstrike Hungary Kft-hez 1,4 milliárd forintot utalt a Láncít felújítását végző Ahit Zrt. Nincs Láncít botrány, ne haragudjon. Karácsony Gergely folyamatosan menekül a hitpénz botránnyal kapcsolatos kérdések elől. Sőt, a főpolgármester szerint nincs is botrány a Láncít körül. Ennek ellenére nem ad egyenes választ arra, hogy miért kellett új közbeszerzést kiírni a Láncít beruházásra, és arra sem, hogy miért került az 5 milliárd forinttal többe csökkentett műszaki tartalommal. Arra is kitérő választ adott, hogy honnan tud a Víg Mór és a kivitelező Ahit Zrt. Között zajló pénzügyi mozgásokra. Nekünk semmilyen kapcsolatunk nincs ezzel az ominózus zugügyvéddel, úgyhogy nem gondolom azt, hogy a főváros egyébként fontos munkáját terhelnünk kéne ezzel az állvitával. Mindössze ezt a kitérő választ adta Karácsony Gergely arra a kérdésre, hogy miért nem állít felvizsgáló bizottságot a hitpénzbotrány kivizsgálására. Karácsony Gergely ehelyett Víg Mórról kezdett el beszélni. A Láncít felújítását végző Ahit Zrt. Pedig ugye 1,4 milliárd forintot utalhatott neki. Ebben az időtartamban a fővárosi önkormányzatnak csak egy nagyon rövid ideig volt az Ahiddal szerződése. Csak hogy Karácsony Gergely elszólta magát és beismerte, hogy ez idő alatt már szerződésben állt a főváros a céggel. Mégiscsak azt igyekezett hangsúlyozni, hogy a tranzakciók korábban kezdődtek. Én olvastam valószínűleg, hogy az önök oldalán, lehet, hogy valahol máshol, hogy ezek a pénzügyi tranzakciók mikor valósultak meg. Ebben az időtartamban a fővárosi önkormányzatnak csak egy nagyon rövid ideig volt az Ahiddal szerződése. Ezek az utalások, még egyszer mondom, a Hír TV oldalán olvastam, azzal a közleményen együtt, hogy egyébként önök pénzügyi vitában vannak ezzel a céggel. Ugye ezek az utalások akkor indultak el, amikor a fővárosnak még szerződése sem volt az Ahiddal. Csak hogy még 2022-ben is történtek utalások Víg Mór számlájára. Még a főváros 2021. januárjában kötött szerződést az Ahit Zrt-vel. Az összesen 1,4 milliárd forintból 900 milliót Víg Mór magánszámlájára, illetve ügyvédilletét számlájára utaltak, amit rövid időn belül készpénzben felvettek. Ugye minden mindennel összefügg.
Gyöngyösi Márton újra antiszemita kijelentéseivel került a középpontba. A Jobbik elnöke szerint Orbán Viktor cionista bérenc. A Momentum hallgat, a szocialisták szerint tiszta hülyesség volt ezt mondani. A Fidesz szerint az egész ügy gusztustalan. Épületes marhaság. Akkor is felháborítónak tartottam, ma is felháborítónak tartom. Ez egy hülyeség. Ez teljesen elfogadhatatlan, sőt azt gondolom, hogy gusztustalan is. Újabb antiszemita kijelentés szivárgott ki a Jobbik elnökéről. Gyöngyösi Márton 2020-ban pártársának, Stummer Jánosnak egy belső levelezésben azt írta, hogy Orbán Viktor egy cionista bérenc, egy lubovicsi szekta tagja. Mindeközben Gyöngyösi Márton folyamatosan azt próbálja elhitetni a közvéleménnyel, hogy ő nem antiszemita. Az Egyesült Államok 2020-ban likvidálta az iráni kényfőnököt Qasem Soleimanit. Az esettel kapcsolatban a Jobbik akkor közleményt adott ki. Az ezzel kapcsolatos belső használatra szánt e-mailben Gyöngyösi Márton azt írta a miniszterelnökről, idézem: a legszívesebben azt írtam volna, hogy egy cionista bérenc, a lubovicsi szekta fogja, de ebből nem biztos, hogy jól ki lehet jönni. A Jobbik elnöke már korábban is rendszeresen tett antiszemita kijelentéseket. Pont itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő és különösen a magyar országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Az Izraelnek minden egyes állampolgára meggyőződésem szerint járjon bárhol a világon, nem csak Magyarországon, abóvó, tehát már ránézésre és messziről, és anélkül, hogy tudnám, hogy kiről van szó, meggyőződésem szerint nemzetbiztonsági kockázat. Ennek ellenére David Pressman amerikai nagykövet zsidó széderestre invitálta tavaly Gyöngyösi Mártont. Azóta folyamatosan azt a képet igyekszik festeni magáról a politikus, hogy nem antiszemita. Soha nem voltam antiszemita, ezt szeretném itt most a lehető leghatározottabban kijelenteni. Gyöngyösi Márton azt mondta, hogy Orbán Viktor cionista bérenc. Ön szerint az antiszemita kijelentés? Propagandával csak élő műsorban beszélgetünk, köszönöm szépen. Rendben, de nem adott választ a kérdésemre, ez antiszemita kijelentés? Továbbra is csak élő műsorban adok választ bármilyen kérdésükre. Épületes marhasság. Antiszemita Gyöngyösi Márton, mit gondol? Én ezt nem tudom, és nem is akarom eldönteni. Azt gondolom, hogy ez a levéltartalom, hogyha megtörtént, és mondom, én ezt nem tudom igazolni vagy cáfolni, akkor ez egy antiszemita tartalmú levél. Mit gondol, mennyire lehet hiteles Gyöngyösi Mártonnak az a kijelentése, hogy ő nem antiszemita, sose volt antiszemita, és a pártja sem antiszemita? Én azt gondolom, hogy ezt majd mindenki megítéli maga. Ő listázni is akarta egyébként a zsidó származású magyar képviselőket. Erről mit gondol? Igen, emlékszem rá. Mit gondol erről? Akkor is felháborítónak tartottam, ma is felháborítónak tartom. Hogyha ezt mondta, amit ön állít, és nem kétkedem, csak én magam nem olvastam, és nem tudom, akkor ez egy hülyeség. Felháborítja? Nagyon sok éve vagyok már a magyar politikában ahhoz, hogy tudjam helyén kezelni az ilyen kijelentéseket. Mindenképpen ostoba a dolog. A Gyöngyösi Mártonról pontosan tudjuk, hogy honnan érkezett, és hogy mit gondolt korábban is a zsidóságról. Ugye ne felejtsük el, hogy ő volt az a parlamenti képviselő, aki listázni akart bennünket, parlamenti országgyűlési képviselőket, pontosabban közülünk azokat, akik zsidó származásúak. Tehát ez teljesen elfogadhatatlan, sőt azt gondolom, hogy gusztustalan is. Még egy újabb bizonyíték a Jobbik valódi természetére. Így reagálta a Magyar Nemzetnek Izrael budapesti nagykövetsége az újabb jobbikos antiszemita botrányra. Kerestük a párt sajtóosztályát is, hogy bocsánatot kére a pártelnök az újabb antiszemita kijelentésért, és lemond-e pártelnöki tisztségéről. Azonban mindeddig nem reagáltak. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha lemaradtak volna, adásunkat visszanézhetik a televízió YouTube felületén, videóinkkal pedig találkozhatnak a hírtv.hu-n, valamint a magyarnemzet.hu-n. És ne felejtsék el bekövetni a Magyar Nemzet TikTok csatornáját se. Jövő héten ismét izgalmas témákkal várjuk Önöket, addig is viszlát!